6. alkalommal rendeztek hagyományos sporttalálkozót a Magyar Szívklub Egyesületek. A háromnapos találkozóra az ország távoli vidékeiről is érkeztek csapatok Dombóvárra, hogy megmérettessék magukat különböző sportágakban. Hosszú Sándor a civil tanács elnöke a Dombóvári civil összefogás jelentőségét hangsúlyozta. Rendkívül módon erősödött az elmúlt években a civil összefogás egyesületi szinten városunkban, hiszen jelen rendezvényünknek nélkülözhetetlen partnerei a városban működő civil, illetve sportegyesületek, akik nem csak a lebonyolításban, hanem az előszervezésben is nagyban kivették a részüket. Ezt az eseményt a Dombóvári Szívklub Egyesület most rendezte meg először. Ez nagy megtiszteltetés a város részére. A találkozóra több mint 300 fő érkezett, ezért az ő elszállásolásuk valóságos kihívást jelentett a kisvárosnak. Mindenféle szálláshelyet felkutattunk, gyakorlatilag Dombóváron több mint kétharmad elfér az ideérkező vendégeknek, Döbrökközön és Kaposszegcsőn kellett még egy magánszálláshelyet kibérelnünk, illetve ma úgy alakult, hogy még az ifjúsági tábort is ki kellett nyitnunk, hiszen többen érkeztek, mint ahogy mi terveztük. A Szívklub Egyesület történetéről beszélt dr. Berecki Mária, a Dombóvári Szívklub Egyesület elnöke. A doktornő a mostani találkozó fontosságát emelte ki. Amikor legelőször voltunk egy ilyen sportrendezvényen, akkor nagyon tetszett ez nekünk, mert úgy láttuk, hogy ezek a sportrendezvények motiválják az embereket arra, hogy mozogjanak rendszeresen, esetleg készüljenek ezekre a versenyekre. Tehát mindenképpen azt érték el, hogy az emberek sokkal többet mozogtak, sportoltak, és főleg amikor kezdődött egy-egy ilyen sportnak, akkor meg fokozottabban készültek ezekre a versenyekre. Az országos találkozó első napján egy látványos és veszélyesnek tűnő sporttal szórakoztatták az egybegyűlteket. A nemzetközileg is elismert Dombóvári Jumpers kötélugró sportegyesület mutatta be produkcióját. A három nap alatt úszás, gyaloglás, lövészet, röplabda, sakk, kispályás labdarúgás, kosár és kézilabda, teke, darts, petánk, asztali tenisz, futás, horgászverseny szerepelt a sportok listáján. Szombat volt igazán a sportok napja, melyet egy zenés gálával zártak este. Vasárnap hirdettek sporteredményt a csapatok között.